Voltak nyugodtabbak és vadócok, játékosak, kicsi és nagy kutyusok, akikkel remélhetőleg jövőbeni gazdáik megismerkedhettek. De itt voltak azok a négylábú jószágok is, akik már otthonra találtak, és most csak látogatóba jöttek. A Herosz Állatotthon elsősorban azért rendezte meg immár 10. alkalommal az állati nyílt napot, hogy minél több emberrel ismertessék meg, mennyivel szebbé tudják tenni az ember életét az állatok. Itt az embereknek megmutatjuk ezeket az állatokat, bármi kérdés van, itt fel tudják tenni, és általában az a tapasztalatunk, hogy egy ilyen nap után egy kicsit mindig megnövekszik az örökbeadásoknak a száma, mert hát itt, hogyha elviszik például sétálni valamelyik állatot, akkor már nyilván kialakul egy kötődés, és akkor visszajárnak hozzá, és lehet, hogy utána később tényleg úgy döntenek, hogy örökbe fogadják. Az állati nyílt napra több híresség is ellátogatott, köztük Barbaró Attila, aki most ugyan körülnézett, de nem vitt haza kutyust, hiszen, ahogy mondta, panellakásban nem igazán érezné jól magát. Nekünk Yorkshire terrierünk volt, sajnos már elpusztult, tehát én a pici kutyákat nagyon kedvelem. Egy lakásban szerintem egy nagyobb kutya nem is biztos, hogy jól érezné magát. De egyébként minden kutyát szeretek. Kalmár, alias Big Daddy Laca a kártelből arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalom tudatába jobban bele kéne vésni a felelős állattartás fogalmát. Egy állatot, amikor magunkhoz veszünk, akkor az körülbelül családtagként, nem körülbelül, hanem teljesen biztosan családtagként kell kezelni, nem pedig azért, hogy jaj, most a gyerekek jaj, de szeretnének egy kiskutyát, megveszük, és akkor utána egy év múlva meg már ráunnak, és nem viszik sétálni, hanem ki van lökve az utcára mondjuk. Az a ritkábbik, de ez is előfordul, csak hogy elajándékozzák, és szóval tulajdonképpen családtagnak kell kezelni egy kutyát. A Herosz Állatotthonban nagyon sok kutya és cica várja szerető gazdáját, akinek pedig nincs lehetősége arra, hogy örökbe fogadjon egyet. Vasárnaponként önkéntes sétáltatás programot tartanak, ami ezeknek a kis jószágoknak és a sétáltatóknak is egy kis fényt csempészhet az életükbe.